Ez volt az a pillanat, amikor Bíró Melinda először tartott kezében teniszütőt. A most 12 éves kislány 5,5 éves kora óta kitartóan űzi a sportot, mely egyre csak előre viszi őt a tenisz területén. Melinda először a focival próbálkozott. Bátyját, Marcit látva a pályán nyaggatni kezdte a szüleit, hogy ő is focizni szeretne, így végül őt is beiratták. Kiderült, hogy én nem ilyen lányosos típus vagyok, hanem fiús, és megtetszett a foci. 2 évig fociztam is, de mivel nem volt 2007-es csapat lány meg fiúse, ezért valamilyen más sportágat kellett keresni, és az egyik nyári edzésen, itt volt pont Kecskeméten az edzés, megláttam a teniszpályát, és hogy vannak gyerekek, teniszoktató, tök jó lehet, és megkértem anyáikat, hogy iratkozzak be, mert megtetszett. Melinda az elején még nem versenyzett, csak hobbi szinten edzett, heti egyszer-kétszer. Egy nap azonban az edzője azt mondta, hogy mérettesse meg magát, próbálja ki, milyen egy éles helyzetben is játszani. Az első versenye egy kicsiknek való pályán puhított labdákkal, play and stay mérkőzés volt, amit meg is nyert. 9 éves korában egy mesterversenyen Bécsben mérte össze erejét osztrák játékosokkal, ahol szintén győzelmet aratott. Egy évvel később 4 selejtezőn kellett nyernie, hogy kijuthasson a Kinder trófira Rómába, ahol döntős lett. A mestersorozaton bemutatott bravúrja után tavaly, ugyanezen a versenyen Franciaországban nála 1 évvel idősebbekkel versenyzett, de ennek ellenére is második helyezett lett. Melinda sikeressége sok mindenen múlik, hiszen a tenisz az egyik legkomplexebb sport. Kiemelkedően tehetséges, inkább abban, tenisztudása az nagyon jó, tehát minden ütése nagyon jó, inkább okos, tehát nagyon okos, ugye a teniszben nagyon fontos a fej, és szerintem neki nagyon jó feje van a játékhoz, tehát tud alkalmazkodni az ellenfélhez. Tehát, hogyha az ellenfél nagyot üt, akkor ő is nagyot üt, ha az ellenfél lassút üt, akkor ő is, tehát tudja variálni a játékot. Szerintem ebbe ő kiemelkedő. Korosztályában is, hát nyilván látszik is, mert ugye a legjobb a korosztályában, de ha így folytatja, akkor nagyon nagy jövő áll előtte, véleményem szerint. Az elmúlt években Melinda rengeteg versenyen vett részt, azonban 2019-et zárta a legeredményesebben. A téli országos bajnokságot megnyerte egyéniben és csapatban is, majd a szövetség elvitte Horvátországba, ahol második lett. Versenyzett a vidékbajnokságon is, amin a vidékre leigazolt játékosok vehetnek részt. Ezt egyéniben és párosban is megnyerte, majd ezt követte a nyári országos bajnokság, ahol csapatban, párosban és egyéniben is a dobogó tetejére állhatott. Ezután pedig jött a Monte Carlo-i verseny, ami a Kinder sorozatnak számomra az utolsó éve, mert 14 éves koromban már nem mertem, és méltóan búcsúztam a Kinder versenytől, mert nehéz meccseim voltak, és sikerült azt is behúznom, mint első hely. És utána rá egy hétre pedig volt a mesterverseny, ami pénzdíjas volt, és tavaly harmadik lettem a nagyobb korcsoportba, de idén sikerült megnyernem. Igaz, itt már nem versenyezhet többet, de nagyon lelkesen mesélte az élményeket arról, ahogy a reptéről a Monte Carlo-i Forma 1-es pályán vitte őket a busz a szállodába. Látták a bizonyos híres kanyart és az alagutat, mesélte lelkesen Melinda. Városnézésre azonban nem sok idejük volt, hiszen még aznap este lementek a pályára és gyakoroltak, ahogy ő mondta, beütöttek. Egy héten keresztül minden nap zajlottak a versenyek, de a 12 éves kislány tökéletesen helytállt. Melinda minden hétköznap edz Kecskeméten, Szegeden és Budapesten is. A sport sok időt vesz el az életéből, de ha van egy kis ideje, eljár focizni, pingpongozni és hegedülni is. A sokszínű és tehetséges kislánynak fontos, hogy a rengeteg elfoglaltsága mellett a családjára, osztálytársaira és a barátaira is maradjon idő. Thank you.